Még nincs vége a nyárnak, és nyakunkon a strandfesztivál is, úgyhogy itt az ideje, hogy bemutassuk az év strand kaját, ami egy hideg kovászos uborka leves lett, és amihez történetesen Zamárdiba kell ellátogatni. Hideg kovászos uborka levesről van szó, aminek az alapja már készen van. Ez maga mennyi idő alatt készült el? 3 nap, ameddig kovászolódik egy uborka. Tehát itt szépen a dunszos üvegben. Igen, itt egy 2 napos uborkát láthattok. Holnapra már ebből is tudunk készíteni kovászos uborka levest. És akkor mi kerül bele? Már látom, hogy hoztál nagyon szép kis hozzávalókat. Igen. Az alapja ugye a kovászos uborka, ami után elkészült csak az uborkát és a levét leturmixoljuk. Teszünk hozzá egy kis friss rukkolát. A rukkolára ráhalmozunk egy kis füstölt lazacot. Ez nagyon-nagyon jól passzol egyébként a kovászos uborka ízéhez. Ha ez megvan, akkor kockára vágott uborka is legyen. És hogyha ez megvan, akkor a srácok készítettek hozzá egy savanyított mustármagot, amit így felfőznek, ezért nem ropog az ember foga alatt. Tehát akkor ez már megpuhult egy kicsit? Igen, maga a ez már megpuhult ez a mustármag is. És olyan, mintha ikra lenne rajta. Igen, tehát jól is mutat, kellemes az íze, úgyhogy megtoldjuk egy kis mustármag kaviárral. Igen. Akkor hívjuk így. Lazachoz passzol ez a tengeri vonal. Ez egy teljesen új idei fejlesztés, az a leves. Készült, igen. És amikor kitaláltátok, akkor már ötleteltetek azon, hogy ismeritek ezt a versenyt, már rutinosak vagytok benne, de akkor egy picit úgy a zsűri, vagy hát a döntőbíróknak a fejével gondolkodva találtátok ki ezt az összeállítást? Igazából csak a saját fejük után mentünk. Inkább ilyen különlegesebb ételeket keresnek. Ugye fontos kritérium volt, hogy egészséges alapanyagból készüljön az étel. Olyan étel legyen, ami elvihető, tehát akár ezt ki tudjuk találni egy pohárba is. És ami nagyon fontos, hogy pont elszakadjon a lángos hegytől. És ezért ez egy teljesen egy hideg leves nyáron, főleg, hogyha egy buli után másnap az ember kívánja a savanyút. Megkívánja, igen. Úgyhogy ez így adott volt, nem volt nálunk kérdés, hogy levessel induljunk, vagy sem. Látom, hogy fogy itt a kovászos uborka leves, hogy ízlik? Nagyon finom, kellemes, savanykás, hideg, a nyári nagy melegben nagyon jól esik. Egyébként biciklitúrázunk körbe a Balaton körül, és néhány napja hallottam, hogy ez nyert valami díjat ez az étel, és úgy bejtettük ezt a helységet. Ezt tényleg így asszociálni kell, ha megkérdezhetlek, hogy neked egy strandkajáról mi jutott eszedbe erről a szóról? Hát egy hamburger, vagy valami ilyesmi. Igen, lángos, azt mondod? De csak egy negyed. Lehet egy negyed lángos tenni? Hát négyen eszünk. Négyen vagyunk. Szóval végén nem feledkezzünk meg a kaporolajról se. Ezt a végén kell ráönteni. Lássuk, milyen az év strandkajája. Kovászos uborkából. Lazacsal, nagyon üde, nagyon friss. Érdekes elgondolni, hogy lángos előtt vagy lángos után, de úgy látszik, hogy buli után tényleg ajánlott.